tulipános házat minden tatabányai ismeri kívülről. A legtöbben nem jártunk bent az épületben, hiszen amikor eredeti funkciójában megépült, akkor a bányatisztek számára volt csak szabad a bejárás. Azt követően meg különböző pártállami intézmények vették igénybe az épületet, azt követően pedig a Vidusnak volt a székhelye, úgyhogy a tatabányaiak mindig leginkább kívülről tudták megcsodálni ezt a csodálatos épületet. Nekünk most viszont lehetőségünk van a Modern Városok program keretében felújítani ezt a műemlékházat, és régi pompáját visszaadva olyan funkciókat hozni bele, amivel igazán közösségi térré tudjuk tenni. Most itt a tulipános háznak a nagy termében, dísztermében vagyunk, ahol a műemlékvédelmi szakemberek, restaurátorok dolgoznak annak érdekében, hogy az épület régi pompáját eredetileg tudják visszaállítani. Mellettem láthatóak már az elkészült stukkók, amelyek pótlásra kerülnek, és ami pedig megmenthető, azoknak most dolgoznak a helyreállításán. A stukkók egy részének aranyozott festése lesz, és teljes eredeti pompájában igyekszünk visszaállítani ezt a házat. A dísztelem funkcióját tekintve mind koncerteknek helyet fog tudni adni, akár akusztikus koncerteknek, akár komoly zenei koncerteknek, és mellette bálteremként fog funkcionálni, amelyet bízunk benne, hogy mind esküvőknek, mind báloknak helyszínt fog biztosítani. Ahhoz azonban, hogy ezt jól meg tudjuk tenni, szükségünk van egy étteremre, ami közvetlen összeköttetéssel lesz a bálteremmel, és ki fogja tudni szolgálni az épületben megrendezésre kerülő összes rendezvényt. Ma itt a tulipános ház alaksorában állva nehéz elképzelni az építőmunkások és a rengeteg feladat mellett, hogy itt egy interaktív kiállítás fog helyet kapni, amivel kifejezetten a fiatalokat kívánjuk megszólítani, hogy ők is meg tudják ismerni a városunk bányászmódját. Ezért fogunk készíteni egy interaktív telepasztalt, ami mögöttem balra fog helyet kapni, a tér többi részében pedig olyan interaktív eszközök kapnak helyet, ahol különböző játékos formában lehet a város történetével és a bányászattal megismerkedni. Az épületnek egy fontos terme volt az egykori játékterem rész, amelyet most helyre fogunk állítani, és konferenciateremként, rendezvényhelyszínként, vagy akár játékteremként is fog tudni funkcionálni. Egykor biliárdasztal volt benne, kártyaasztalok, most is hasonló funkciókat tervezünk. Mindannyian, akik ismerjük kívülről a tulipános ház épületét, azok úgy emlékszünk rá, hogy egy barna palatetei épületről beszélünk, ami valahogy nem is nagyon illeszkedik az épülethez. És amikor a szakemberek megvizsgálták, hogy eredetileg milyen tetőszerkezete volt ennek az épületnek, akkor látták, hogy piros tetőcserép volt eredetileg, és a későbbi átalakítások során kapott palafedést. Ezért most úgy döntöttünk a szakemberek javaslatára, hogy az eredeti piros tetőcserepet állítjuk helyre, ehhez plusz létezésekre volt szükség, és ezek a munkálatok most már a vége felé tartanak, de nem csak a piros tetőt szeretnénk helyreállítani, hanem azt is, hogy minden díszítés újra helyet kapjon a tetőn. Látható, hogy milyen szép díszítése volt a tetőnek, hiszen mindenféle tulipános motívumok fönt vannak a tetőn, és ezt is helyreállítják a szakemberek. A tulipános ház felújításánál elsődleges célunk az, hogy eredeti szépségében tudjuk visszaállítani ezt a csodálatos épületet, amely a városunk legszebb műemléke. Ahhoz azonban, hogy ezt meg tudjuk tenni, néha kompromisszumot kell kötnünk, hogy a minőséget válasszuk az idővel szemben. Mi is szeretnénk, hogy minél hamarabb kész legyen az épület, de a műemlék épületeknél számos nehézséggel kell megküzdenünk. Például tudjuk azt, hogy beázott az épület, és ezt a beázásból adódóan a falak vizesek. Meg kell várnunk, hogy rendesen kiszáradjanak, hogy úgy lehessen munkát végezni rajta. Valamint a feltárások során olyan gombákat mutattak ki, amelyeket ki kell égetni a falakból, és ezeknek a feltárása, mentesítése sok időt vett igénybe, ezért az eredeti tervekhez képest csúszik az épület kivitelezése, de az ősszel, kora ősszel már birtokba vehetik a tatabányaiak.